Mózes első könyve, 17. rész. Az úr megújítja szövetségét Ábrahámmal. Amikor Abrám 99 éves volt, megjelent Abrámnak az úr, és ezt mondta neki. Én vagyok a mindenható Isten. Járj színem előtt, és légy fedhetetlen. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon-nagyon megszaporítom utódaidat. Ekkor Abrám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá, ez lesz az én szövetségem veled. Sok nép atya leszel. Nem neveznek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyává teszlek. Nagyon-nagyon megszaporítom utódaidat. Népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled. Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is. Örök szövetségre minden nemzedékükkel, mert Istened leszek, és utódaidnak is. Neked és utódaidnak adom a földet, ahol jövevény vagy. Kánaán egész földjét birtokul örökre, és Istenük leszek. A körülmetélkedés a szövetség jele. Majd ezt mondta Isten Ábrahámnak, te pedig tartsd meg szövetségemet, meg utódaid is nemzedékről nemzedékre. Így tartsátok meg szövetségemet, amelyet veletek és utódaitokkal kötök. Metéljenek körül nálatok minden férfit. Metéljétek körül szemérem testetek bőrét, ez lesz a veletek kötött szövetségem jele. Nyolc napos korában körül kell metélni nálatok minden fiúgyermeket nemzedékről nemzedékre, akár a házban született, akár pénzen vásárolták valami idegentől, aki nem a te utódait közül való. Körül kell metélni azt is, aki a házban született, azt is, akit pénzen vásároltak. Ott lesz az én szövetségem a testeteken örök szövetségként. A körülmetéletlen férfit, akinek nem metélték körül szemérem teste bőrét, ki kell írtani az ilyen embert népe közül, mert elutasította szövetségemet. Az úr Izsákot ígéri Ábrahámnak. Azután ezt mondta Isten Ábrahámnak, Szárajt, a feleségedet ne nevezd többé Szárajnak, hanem Sára legyen a neve. Mert megáldom őt, sőt, fiút adok neked általa, megáldom őt, és népek támadnak belőle, népek királyai származnak tőle. Ábrahám ekkor arcra borult, de nevetett, ezt gondolta ugyanis magában. Százesztendős embernek lehet-e gyermeke? vagy Sára 90 éves létére szülhete? És ezt mondta Ábrahám az Istennek, bár csak Izmael életét oltalmaznád. De Isten ezt mondta, nem, Sára a feleséget szül neked, fiút, akit Izsáknak fogsz nevezni. Szövetségre lépek vele is, örök szövetségre, meg utódaival is. Izmael dolgában is meghallgatlak, megáldom őt, és nagyon-nagyon megszaporítom, és megsokasítom utódait. Tizenkét fejedelmet fog nemzeni, és nagy néppé teszem. De szövetségre csak izsákkal lépek, akit sára egyesztendő múlva szül neked. Miután Isten mindezeket elmondta, eltávozott Ábrahámtól. Ezután fogta Ábrahám a fiát, Izmaelt, meg a házában született, vagy pénzen vásárolt összes szolgáját, Ábrahám háza népéből az összes férfit, és körülmetélte szemérem testük bőrét még azon a napon, ahogyan meghagyta neki Isten. Ábrahám 99 esztendős volt, amikor szemérem teste bőrét körülmetélték. Fia Izmael 13 esztendős volt, amikor szemérem teste bőrét körülmetélték. Ugyanazon a napon metélték körül Ábrahámot, a fiát, Izmaelt, és háza népéből az összes férfit. Mind a házban született, mind az idegentől pénzen vásárolt szolgákat körülmetélték vele együtt.